Nagy csütörtök egy különleges nap az egyház életébe. Az egyház ünnepeli a papságot, ünnepli a szentségeket, különösen is az oltári szentséget, de ezen a napon történik általában, ha minden normális módon történik, és nincs semmi a világban, ami ebből kizökkenti az egyházat, az Szent Olajoknak a megszentelése, a papi ígéretek megújítása, egy önátadásnak az újra megélése, újra átélése, valami odaajándékozásnak, önmagunk odaajándékozásának az újrafogalmazása, újra tudatosítása magunkban. A papság számára azt gondolom, hogy a szentelési évfordulók mellett ez a nagy csütörtöki krizma mise, a papi ígéretek megújítása egy nagyon fontos esemény, amelyben mindannyian ünneplőbe öltözünk, megerősödünk, és újra egy nagyobb lelkesedéssel próbáljuk meg követni Krisztust egy úton, ami nem egyszerű út, amiben sokszor az ember belefárad, talán csügged is néha, talán kudarcok érik, de újra meg újra tudni kell, hogy ki után megyek én, kit követek én, kinek a küldetésében járok én, és mit bízott az rám, és mit kell nekem adni az embereknek. Nagy csütörtök délutánja egy másik hangulatú ünnep. Ilyenkor az egyház arra emlékezik, hogy Jézus az utolsó vacsorán saját testét ajándékozta az apostoloknak, mint egy megjelenítette, előre hozta a másnapi kereszt halálát, amikor elmondta az áldozatnak a szavait. Az az én testem, ez az én vérem, amely értetek adatik, amely értetek kiontatik. És ezzel az apostolok tudtára adta, akik biztos nem értették teljesen, de hogy itt elérkezett az a végső pont, amikor ő benne az atya akarata teljesen valóra válik. Ő magát teljesen és egészen az Istennek ajándékozza, nem is csak úgy valami tehetetlenségben, hanem értünk, hogy a mi bűneinket elvegye és azoktól megszabadítson bennünket. Ez a nap az oltári szentség szerzésének a napja, ez a nap a papság alapításának a napja, ez a nap valamiféleképpen így az egész egyháznak az ünnepe. Ezért van az, hogy szoktunk virrasztani az oltári szentség előtt, a Szent Mise után, imádkozunk, elmélkedünk, szemléljük Krisztust, aki végtelen szeretetében így mutatta meg, és így ajándékozta magát nekünk, hogy ez az Isten akarata, és ő értünk szenteli az ő életét. Olyan jó, amikor az ember erre a békére rátalál, amikor megtapasztalja, hogy valaki annyira szeret engem, hogy kész értem szenvedni. Megtapasztalja, hogy valakinek a szeretete olyan erős, hogy az életét is odaadja értünk. És látjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk erre. De mégis az értékünk nem az, amit mi magunkból ki tudunk csiholni, ki tudunk dolgozni, hanem az, hogy az Isten bennünket így, ahogy vagyunk, szeret és elfogad. Én szívből kívánom, hogy ezen a nagy csütörtökön mindannyian éljük meg azt, hogy Istentől ilyen végtelen szeretettel szeretve vagyunk, és az Isten ilyen végtelen szeretettel fogad el mindannyiunkat. Nem a bűneinket, azokat ő magára vette, hanem azt, amivé nekünk lennünk kell, amit ő bennünk kegyelmével meg akar teremteni. Adja a jó Isten, hogy ez az öröm ott legyen a lelkünkben, ennek az évnek a húsvétján is.